30 éve foglalkozom tojásdíszítéssel, ezen a területen értem a sikereket. Mondhatnám, nem vagyok azt hiszem álszerény, ha azt mondom, hogy világsikert. Sárközi tojásdíszítéssel ismerkedtem meg először. Maga a technika az majdnem ugyanaz, tehát egy batikos eljárás, amit nem színnel fedek le, hanem savval vékonyítom a héjat. Tehát maga az eljárás ennyi, nem különösebben bonyolult, de nyilván ezer apró fogásból áll, amit 30 év alatt csináltam, én magam jöttem rá a munka közben. Ez egy örökös harc saját magammal, hogy mindig ki tudjak találni újat azon belül, azon a stíluson, azon a technikán belül, amit én csinálok. Magáért, a közjóért én akkor tettem, amikor művésztelepet rendezett a férjem 13 évig, és valóban ott 4-5 szobrászt gardíroztunk egész nyáron, ami az én munkám abból állt, hogy nem csak, hogy gardíroztuk őket és főztem rájuk, hanem előtte ki kellett takarítani a műhelyt, utánuk is ki kellett takarítani, tehát sok apró cseprő dologgal kellett foglalkoznom. Ez valóban egy közösségi tevékenység volt a szó legnemesebb értelmében. Azóta nem végzek ilyenfajta tevékenységet, viszont azt gondolom, hogy a munkáimmal, az, hogy másokat gyönyörködtetek vele, ami másoknak egy vizuális élményt ad, mert azt gondolom, hogy a vizuális élményre épp olyan szükségünk van, mint a, nem tudom, a gasztronómiai élvezetekre, vagy bármire, tehát a szemünk vágyik a szép látására. És ebbe a kategóriába tartozik a tojás, és a tojás feladata, amiért ilyen szép, amilyen szép. Nem feltétlen a sikerért dolgozunk. A siker az mindig észrevétlen szegődik a jó munka nyomában. Tehát azt nem lehet kitűzni magunk elé, hogy ismertek vagy sikeresek legyünk. Az utánunk következik, a jól végzett munka után szegődik a nyomunkba, és egyszer csak ott van velünk. De hogy is mondjam, persze jó érzés sikeresnek lenni, hát ezt mindenki tudja, aki sikeres valamiben, hogy hát ez bizony büszkeséggel tölti el az embert, és ez nem titok, az ilyesmi az jó érzés tud lenni.